Bónuszként megmutatom még, hogy én hogy szoktam levágni a zsugorcsövet. Eltelt egy kis idő, ez már teljesen kihűlt. A zsugorcső levágásának szerintem az egyik legbiztonságosabb módja. Mindenki megpróbálja így levágni, és itt mindenki belevág, meg végigvágja, meg stb. Én azt szoktam csinálni, hogy így vágok bele a zsugorcsőbe ezen a részen. Annyira nem fog látszódni. És itt óvatosan, tudom, hogy lehetetlen helyeken van mindig a zsugorcső, meg nehéz hozzáférni, meg stb. De nekem ez a technika vált be a legjobban, és kell hozzá egy egyenes csavarhúzó. Még itt át szoktam bökni, remélem látszódik, átbököm, és így lefeszítem a csavarhúzóval. És hogyha még nem jön le teljesen, akkor még itt kényelmesen bele lehet vágni, lefeszegetni. Akár a másik irányba is. Hát ezek a zsugorcsövek sem a régiek már, ezekben is már alig van egy kis gyanta. Régen emlékszem, az oszlopon, ha az ember zsugorított, figyelnie kellett, hogy innen ne csöppenjen a testére meg a lábára a gyanta, mert annyi volt a csövekbe. Hát, megöregettem én is, de már nekem is azt kell, hogy mondjam, hogy régen jobb volt. Hát köszönöm szépen a figyelmet!